vagyok, és minden bizonnyal önök is észrevették, hogy itt a tavasz, úgyhogy eljött az ideje, hogy rendbe tegyük a veteményest. Először is hozzuk kicsit rendbe a tél által összeborzolt konyhakertet. Ehhez a legcélszerűbb egy merevebb fém vagy műanyag gerebjét használnunk. Takarítsuk ki a lehullott leveleket, ágakat, cicakakikat, előző évről ott maradt mumifikálódott növényszárakat. Az összeszedett hulladékot gyűjtsük össze és tegyük a komposzthalomra. Hogy nincsen komposzt, akkor azonnal tessék csinálni egyet. Ha ezzel megvagyunk, kezdődhet az igazi garden fitness, a kapálás. Mivel a célunk most még csak a gyomok eltüntetése és nem a talaj lazítása, kapa helyett használhatunk sarabolót is, amivel szinte leborotváljuk a gazgazokat. A kultúrnövények körül azonban jobb kezünkbe venni a gyomlálást, mert könnyen a saraboló áldozatává válhatnak azok is. A saraboló után jöhet a kultivátor, vagyis kukkapitány kedvenc kerti szerszáma. Ezzel a kampós eszközzel gyönyörűen fel lehet lazítani a talajt, anélkül, hogy fel kellene ásni. Végül a kiszedett gazokat ismét összegerebjézzük és begyűjtjük. Nyilván azért így is marad itt-ott egy-egy kis gaz, főleg mondjuk a kultúrnövények tövében. Ezeket egyszerűen kézzel távolítsuk el. Viszont a talajt szépen föllazítottuk, eltávolítottuk a nem kívánatos vendégeket, és így minden jó, a tápanyagok, az eső, az öntözés csak azoknak a növényeknek fog jutni, akiket mi táplálni szeretnénk. További jó kertészkedést, viszlát!